Szevasztok srácok, Messzáj vagyok, azaz Messi a Cigi Szünet TV-től vagy blogtól, ki melyiket ismeri jobban. Úgy döntöttünk a klánunkkal, hogy bemutatunk egy pár buildet, amivel mi szoktunk menni raidelni. Egyrészt azért, hogy segítsünk másoknak a raid build építésben, másrészt pedig azért, hogy tippeket tudjunk adni, hogy végül is milyen buildekkel lehet könnyedén letolni a raidet. Lehet, hogy kaptok egy-két olyan tippet, ami meg fog tetszeni, és tudjátok majd alkalmazni. Na, hát akkor nézzük is, ugye az első videó az rám esett, ahogy szeretném nektek bemutatni a Berserkeres General Assault Rifle crites buildemet, ami, amint láthatjátok már most a képen, eléggé ki van húzva a hard hittingre, ugyanis a damage to elite az szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell ebben a 8 fős raidben, ahhoz, hogy a lehető legnagyobb damage-et tudjatok kivinni. Én még azt is mondom, hogy a devastatingnél is többet ér. Tehát igaz, hogy az 5% weapon damage-et ad, de én úgy gondolom, hogy egy hard hitting, ami viszont 10% damage-t elített ad, egyszerűen sokkal jobban működött, legalábbis nálam. Természetesen a set még azért csiszolandó, de most már azt mondom, hogy ez már véleményem szerint egy elég jól használható build. Na, fussunk rajta szépen. Ugye látjátok, hogy mennyi armorom van, mennyi életem van. Az armorral annyira nem foglalkozom, inkább az élet kell, hiszen én berzerket használok, tehát mindenképpen veszteni fogok az armoromból, és annak következtében lesz nagyobb damage-em, így inkább az életre fekszek rá, hogy a lehető legmagasabbat tudjam elérni, hogy ne csusszak össze azonnal a raid közben, de azért mégis legyen egy elég jó kis életem, amiből azért lehet táplálkozni egy berzerkel. No, ugye nálam a specializáció az a survivalist, igazából csak azért, mert élőben a negyedik bosszon a panelt. Ennyi. Elsőleges fegyvernek Eagle Barriert ajánlom. Szerintem egy rendkívül jó fegyver. Másodlagos fegyvernek szerintem teljesen mindegy. Én csak és kizárólag ugye a talent miatt használom, hiszen plusz 5% weapon handlinget kapok a pisztolynál. Ugyanez a helyzet, teljesen mindegy nekem mi van bent. Itt is az In the Rhythm miatt használom, hiszen ha megölök egy ellenfelet, akkor 5% esélyem van arra, hogy amelyik skillem cooldownon van, akkor arról lejön az időzítő. Tehát újból el tudom használni. Elég jól tud jönni, ha baj van. Nézzük magát a szettet. Ugye rajtam 3 DH van, egy Wyvern és egy Murakami. Nézzük. Ugye DH-ból az akurészi, a critical hit damage és a critical hit chance-ra van szükségünk, ezért használom mind a hármat. Damage to elite és hard hitting kötelező. Itt igazából critical hit chance-nek kéne lenni, az lenne nekem a legjobb, de hát egyszerűen még nem esett. És nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez a 36, mondjuk 41 lenne, vagy inkább 51 a max, de még ez sem esett. Itt azért lehetne még majd miben fejlődni. Valamint ugye nem esett nekem úgy, hogy tudjak rajta damage to elite-et növelni, mert amúgy tudnék 41%-ot már rátenni, de hát kellett az a rohadt talent, úgyhogy sajnos ez van. Táskában Wyvern, weapon damage-el, critical hit chance-el és élettel, és mindenképpen hard hitting-el és vitállal, nem is jöhet szóba semmi más. Itt még az armor, hogyha úgy esik, azzal sincsen gond, de ez a legjobb, hogyha ott van egy élet legalább. És ugye weapon damage-et én 10,5%-ot tudtam eddig rá rakni, mert egyszerűen még mindig nem esett nagyobb, de ha majd esik, akkor itt is majd egy kis weapon damage-et azért még majd ráhúzunk. Mellényben ugye weapon damage, critical hit chance és élet, és itt is nagyon fontos ugye a berserk és a hard hitting talent, mindkettő prioritás, más ugyancsak nem jöhet szóban, és itt is az élet nagyon-nagyon fontos. Persze nem lett volna rossz, hogyha nagyobb weapon damage-el esik, és akkor mondjuk ezt az armort, ezt nem health-et eszem át, de mivel tényleg kell az élet a berserkhez, így megint úgy voltam vele, hogy akkor inkább kicsikét itt beáldozom, de jó magas életet tudjak rápörgetni a mellényre. És hát ugye nagyon fontos, azt nem is mondtam, hogy azért használjuk a Fenrist, mert hát ugye 10% assault rifle damage-et ad, ami elengedhetetlen. Kesztyűben
Murakami a 8% élet miatt, és lehetőleg élet legyen rajta, és a Soul Trifle Damage, és az elengedhetetlen Hard Hitting. Nagyon nem is tudok erről többet mondani, ez tényleg csak ezekben a sorrendekben jó. Aztán DH pisztolytáska, Critical Hit Chance, ami csak kifér rá, ami csak ráfér, amit csak találsz, azt tedd rá, és ismételten Hard Hitting, elengedhetetlen. Aztán térdvédő, ugyancsak Critical Hit Chance, amennyit csak tudsz rátenni, illetve a Hard Hitting. Itt van a következő hibája a szettemnek, hogy tudnám növelni a Critical Hit Chance-et kemény 1,5%-kal, hiszen itt van a True Patriot, ami csak arra vár, hogy rátegyem, de még mindig nem esett olyan DH-s térdvédő, ami alapból rajta van a Hard Hitting, így megint sajnos be kellett áldoznom, de hát ez van, ettől függetlenül amúgy teljesen jó. Hogyha magát a statokat akarjuk megnézni, akkor jelen pillanatban már úgy állok, hogy van 52,5% critical hit chance-em, 57% critical hit damage-em, 18% all weapon damage bónusz, 39% assault rifle damage bónusz, és ugye a legfontosabb a 96% damage to elite. Annyi változást tudunk majd elérni, hogyha itt esne egy kis, itt esne ugye úgy, hogy alapból rajta lenne a hard hitting, damage to elite és critical hit chance, akkor meg tudnám növelni a crit hit chance-emet, tudnék közeledni a 60-as cap felé, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Illetve a damage to elite-en tudnék növelni ugye 5-öt, ami így nem sok, de hogyha az meg lenne, akkor már tudnék azon gondolkozni, hogy egy devastatinget visszatennék mondjuk kesztyűre, vagy esetleg a térdvédőre, de hogyha optimális esetben kiesne a DH mask, ami rajta lenne az 51%-os damage to elite cap, critical hit chance-el és hard hitting-el, akkor egy kurva boldog ember lennék, hiszen akkor a plusz 10% devastatinget is rá tudnám tenni a kezesre, illetve a térdvédőre. Megmaradna ugye a 96%-os damage to elite-em, de közben lenne 49 plusz 18% félpont damage bónuszom és a Soul Trifle damage bónuszom, amivel azért már elég jól lehetne tekerni. Igaz, hogy vesztünk majd az életből, jelen pillanatban 8000-et, de még mindig azt mondom, hogy szerintem 120-130 ezer életnél már nagyon-nagyon jól működik a Berserk. Aztán menjünk tovább, sok minden már nincs vissza. Milyen skilleket használok? Jelen pillanatban mindenképpen kell egy self-heal, ugye ami a Cam Launcher, szerintem az egyik legjobb dolog, ami létezik, bár nem sokat szoktam használni a Berserk miatt, tényleg csak akkor teszem fel, hogyha nagyon szopó ágon vagyok. Nem nagyon szoktam használni, nagyon sokszor van lenn nálam a páncom, és csak élettel rohangálok. Eddig jól működött, de én hozzá vagyok szokva, de ettől függetlenül nagyon jó, mert én akkor szoktam használni, amikor beugrok a körbe, és a társamra lövöm rá ki mindig, mert ő viszont engem véd ilyenkor, tehát neki kell a heal. Második skillem egyértelmű, hogy a Revive Hive, hogy felszedjen. Ez nagyon-nagyon jól tud jönni, hogyha baj történne és meghalnék egy hülyeség következtében, vagy mondjuk nem figyeltem rendesen, nem kell velem foglalkozni a társamnak vagy a társaimnak, hiszen fel fog szedni a Revive Hive. Amit amúgy a negyedik bosson, most az új taktikánknak köszönhetően ki fogok cserélni a Booster Hive-ra, és amikor elkezdjük lőni a panelt, akkor fogom ledobni magunk alá, hogy a lehető legtöbben tudjanak beleállni, és azzal még gyorsabbá tegyük a bossnak a megölését. De itt viszont akkor résznél kellene a negyedik bosszon, mert ott azért elég könnyű meghalni. Bár hál' Istennek nagyon jó társam van a kettes ponton, és így be tudjuk ezt most vállalni. Aztán, gránátból én ezzel nem nagyon szoktam foglalkozni, mert a negyedik bosszon nem én dobom a gránátot. Alapjáraton a Survivalist gránátja van bent, de a netalántán úgy alakulna, hogy a negyedik bosszon kell esetleg gránátot dobnom, akkor átváltok rá, és akkor a simát szoktam használni. Nos tehát, én ezzel a build-el indulok neki a raideknek. Eddig lekopogom nagyon nagy sikerrel, hiszen pont tegnap döntöttük meg a rekordunkat. Jelen pillanatban 26 perc, 30 valahány másodperc alatt ment le a teljes raid, ami úgy gondolom, hogy ez már tényleg egy remek idő.
hogyha valakinek tetszik ez a fajta játékstílus, amit a Berserk tud nyújtani, ott tényleg csak annyi tanácsot tudok adni, hogy pusztán észnél kell lenni, leengeded az armort, mert úgyis le fogják rólad lőni, ezáltal mindenképpen lesz plusz sebzésed, főleg a negyedik bossnál én teljesen leszoktam engedni az armort, és a panel, amikor leöljük és megvan a nagypapa, és megyünk vissza a körbe, akkor szoktam lerakni gyorsan egy Kamala Uncher, beleállok az általában ilyen harmadát, negyedét, harmadát szokta felhillelni, és én azzal már teljes mértékben el vagyok. Nos, srácok, ez lett volna az én General Assault Rifle Berserkeres krites buildem, ami teljesen ki van pöckölve hard hittingre, tehát damage rallytre. Remélem tudtam nektek ötleteket adni. Amennyiben segítségre van szükségetek, tanács kellene, nyugodtan gyertek fel a Cigiszünet Discordjára, ami egyben a magyar Division 2-es közösség Discordja is, nyugodtan keressetek meg minket, nagyon szívesen segítünk mindenkinek. Hamarosan érkezni fog több videó, lesz PvP videó, de hogyha jól tudom, akkor a következő videót majd Clayman fogja nektek prezentálni, ahol az Unstoppable Force-os buildről fog nektek beszélni, ami ugye az armor alapú build, armor után kapjátok ugye a sebzés bónuszt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, jók legyetek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!